Legion Lecke. Tippek, trükkök, taktikák a Honvéd Esport edzőitől. Keresd minden nap a Honvéd Esport YouTube és Facebook oldalán, valamint az esport1.hu-n. Sziasztok, én Csete Patrik vagyok, és a mai FIFA leckében azt fogjuk megnézni, hogy melyik az Ultimate Teamben legjobban használható, illetve a leghatékonyabb taktika, ami az új patch óta szerintem a legjobban használható. Ez egyértelműen a 4-2-3-1-nek az első verziója, tehát ezt a szűke formában érdemes használni a következő beállításokkal. Védekezésben, mivel erősítették az AI védekezést, egyértelműen dropback, kb. 4-4 szélesség és mélység, támadásban pedig possession labdatartást érdemes használni, vagy akár a balansz is jó lehet. Szélességben ez kb. 5-6-ra érdemes tenni, hogy ki milyen szélesen szeret védekezni, attól függően a players in box az 5, illetve a szabadrugás és a szögletek pedig 3-3 csíkra érdemes húzni. Sziasztok, én Csete Patrik vagyok, és a mai FIFA leckében azt fogjuk megnézni, hogy a 4-2-3 egy szűk verziójához milyen instrukciókat érdemes használni. Két védőre Stayback vagy Latakingot érdemes rakni, a CB-ket azt nem bántjuk, de változatlan marad. A két védekező középpályásra, Cut Passing Lane, Stayback vagy Lataking és Cover Center, attól függően, hogy ki mennyire támadóan játszik, az egyik védekező középpályásról le lehet venni a Stayback-et, és azt lehet balanszon hagyni. Én Stayback-en szoktam, a három támadó középpályás pedig alapbeállításokkal szoktam használni, illetve a egyszem csatár Get in Behind és Stay Forward beállításokkal használom. Ha valaki eltornádós beadásokra játszik, akkor ugye általában a két szélső kam azok a játékosok, akikre ívelget, és ilyenkor a két szélső csatárnak még egy Stay Forward, vagyis a két szélső középpályásnak a Stay Forwardot azt be szoktam állítani.